Bár nem így tervezték, az idei esztendő tábora elsősorban a felnőttek számára szerveződött, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Az eddigi táborok gyerekzsivaja ezúttal elmaradt, helyét a komolyabb alkotások elkészítése vette át. A felnőttek való programokat próbáljuk ugye előtérbe helyezni, és a jó fajta munkálatokat végeznek a felnőttek, ugye, ami tulajdonképpen már nem egyfajta gyakorlás is, hanem egy kész dolgokat csinálnak, úgy, mint fafaragok, ugye a kopjafát. A tábor lakói megismerkedhettek a nemezeléssel, a fafaragással és a gyapjúfestés ősi módozataival is. Emellett a hét során megújították a porta épületét és berendezési tárgyait is, hiszen a Bukovinai Székelység magyarországi letelepedésének 80. évfordulója kapcsán nagyszabású székely búcsúra készül a népcsoport, melynek keretében püspöki látogatásra is sor kerül. Az elmúlt négy esztendő táboraiban a zenei képzésre is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők. Kineveljön egyfajta ének vagy zenekar, mert nekünk mindig nagy problémánk, ugye, hogy a táncsoportoknak ugye nem egyszerű, hát utánpótlástra gondoltuk, hogy nevelést itt már elkezdenénk, de hát itt így elcipantották az iskolák, így nehéz, de úgy gondolom, hogy ezen mindenképpen rajta vagyunk, és a következőkben ezt szeretnénk mindenképpen illetve megtenni. A tárgyalkotó tevékenység legfontosabb eleme az a kopjafa, mely Németh Kálmán tiszteletére készül a kismányoki székelyportán. Ő volt az, aki a 80 éve megtörtént bukovinai elvándorlás ügyét szorgalmazta és szervezte. A tervek szerint a bonyhádi székelyparkat majd otthont az elkészült alkotásnak.